Egyetértetek? Szolai Ádám szavaival, keveset vagyunk, kevesen vagyunk, kevesen vannak azok, akik leráncigálnak esetleg a meszt róla is? Hát róla mindenképpen. Tényleg az utóbbi években ez az egyik olyan pozíció a válogatottban, ahol egyszerűen, hogyha Szolai Ádám egészséges, akkor ő az, aki játszik. Tehát egyszerűen nincsen alternatíva. Ebben azért kéne javulni a magyar labdarúgó társadalomnak, a játékos nevelésben is nagyon kéne erre hangsúlyt fektetni, hogy azok a bizonyos pozíciók, ahol azért vékonyan vagyunk, ott nagyon oda kéne figyelni a tehetségekre, és úgy kéne őket kezelni, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Abszolút igazat adok Ádámnak. Alapvetően kevés az a játékos a magyar válogatottban, aki topligába játszik. Bár ma nem jött ki ez a különbség, amit a topliga jelent, hiszen a lengyelek kezdőcsapatában 9-en voltak topligások, nálunk pedig egyedül Szalai Ádám volt az. De ebből látszik az, hogy a magyar válogatott, hogy tényleg egységesen csapatként lép pályára, akkor bárkinek lehet ellenfele.